Tisztelt szülők, kedves érdeklődők! Köszöntöm Önöket, mint az óvoda vezetője. A következő néhány percben szeretnénk bemutatni Önöknek a Balatonfüredi Kiserdei óvodát. A Kiserdei óvoda gyönyörű természeti környezetben, a kiserdő és a Balaton között csendes, nyugodt, jól megközelíthető helyen várja az óvodáskorú gyermekeket hétfőtől péntekig, reggel 6.30-tól délután 16.30-ig. Óvodánk 4 csoportos, és az azonos életkorú csoportokba körülbelül 20-25 kisgyermek jár. A 4 csoportban a nevelő-oktató munkát 8 pedagógus látja el. Az óvodapedagógusok között van szakképzett fejlesztő pedagógus, tanító és gyógypedagógus is. Munkánkat szakképzett dajkák, egy fő pedagógiai asszisztens és az óvodába kijáró logopédus segíti. Csoportszobáink tágasak, világosak, igényesen, esztétikusan berendezettek. Minden csoportban fenyőbútor és galéria található. Eszközellátottságban gazdag óvodánk, nagyon jó minőségű tartós játékok és fejlesztő eszközök állnak a rendelkezésünkre, melyek a különböző korosztályok érdeklődési és fejlődési szintjének maximálisan megfelelnek. Munkánkat a közoktatási törvényben előírtak, illetve a pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján végezzük. Napirendünk rugalmas, a gyermekek szükségleteihez igazított. Minden tevékenységünkkel a gyermekek testi, lelki, szellemi kibontakoztatását, fejlődését segítjük. Nevelőmunkánk során tiszteletben tartjuk, hogy minden kisgyermek más és más képességekkel, adottságokkal rendelkezik, így fejlesztésük önmagukhoz képest a leghatékonyabb. Pedagógiai munkánkat az együttérzés, az odafigyelés, a következetesség, a kedvesség és természetesen a játékosság jellemzi. Ennek érdekében minden tervezett tevékenységünket a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével játékosan szervezünk meg. Mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt, környezetüket úgy alakítjuk, hogy a mai kor elvárásainak megfelelően sok mindennel megismerkedjenek, élményeket, tapasztalatokat szerezzenek. A mellettünk lévő kiserdő, illetve a Balaton közelsége remek lehetőséget kínál a hosszabb sétákra, kirándulásokra és a természetes mozgásokra, futásra, ugrásra, mászásra. A gyermekek élvezik óvodánk udvarának mozgásra való lehetőségeit, mászókákat, csúszdákat, homokozót, hintát, mérleghintát, focipályát. Az érdeklődő szülők és gyermekek először a számukra szervezett nyílt napok keretében ismerkedhetnek óvodánkkal. A beiratkozás feltételei az óvoda honlapján megtalálhatóak. A beiratkozott kiscsoportosoknak a beszoktatás egy szülős, ismerkedős nappal kezdődik, mely során a gyermek a szülővel tölt el egy délelőttöt az óvodában, megismerkednek az óvónénikkel, dajkanénivel, a csoportszobával, a játékokkal. A következő alkalommal már a gyermek egyedül marad itt, de csak kis időre, a gyermektől függően fél-egy órára, majd fokozatosan növeljük az itt töltött időt. A gyermek tempójában haladva, figyelve a számára szükséges időre, a folyamatos beszokáshoz jutunk el oda, hogy a gyermek itt is alszik, és a délutáni játékidőben is részt vesz. Tapasztalataink szerint a beszoktatás ebben a formában a legzökkenőmentesebb. Programunkban nagy hangsúlyt kap a környezet megismerése, megismertetése a gyermekekkel, e köré épülnek tevékenységeink, ez jelenti a fő vezérfonalat, amelyhez a többi tevékenység, a matematikai, kézműves, zenei, vers, mesetevékenységek szervesen kapcsolódnak. A természetközeliség megláttatásával az esztétikai érzék fejlesztését, természeti értékeink megőrzésére nevelést is kiemelt feladatnak tartjuk. Óvodánk 2009 óta madárbarát óvoda. Ehhez kapcsolódóan részt veszünk a madarászóvi programban, melynek keretében havi rendszerességgel interaktív foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek, melyeknek helyszíne a természetközeliség jegyében jó időben a kiserdő és a Balatonpart. Fontos jellemzője programunknak a komplexitás, miszerint sokoldalúan, sokszínűen,
többféle tevékenység alkalmazásával számtalan lehetőséget adva a megtapasztalásra próbáljuk megismertetni a gyermekekkel az őket körülvevő világot. A program hangsúlyos területei a mozgás és a játék, melyek a gyermek fejlődésének alappillérei. A gyermek mindig mozog, és alapvető tevékenysége a játék. Természetes tehát, hogy e két tevékenység a legalkalmasabb arra, hogy általuk fejlődjön a gyermek. Az év során, ha lehetőséget kapunk rá, a középső és a két nagy csoport a sportcsarnokba jár tornázni. Részt veszünk az óvi foci programban, melynek keretében gyermekeink rendszeresen használhatják az udvarunkon pályázat által épített óvi foci pályát is. A nagycsoportosok színházi és zeneiskolai előadásokat látogatnak, ezen kívül kihasználunk minden olyan lehetőséget, ami megfelelő, érdekes, szórakoztató programot kínál az óvodáskorú gyermekeknek. A szüreti időszakban, ha lehetőségünk adódik rá, elvisszük a gyerekeket szüretelni. Novemberben már hagyománnyá vált óvodánkban a Mártonnapi lámpás készítés a szülőkkel egy délutáni közös, kreatív tevékenykedés keretében, majd ezt követi a hangulatos felvonulás az elkészített lámpásokkal az óvoda közvetlen környezetében található kis erdőben. A program lezárásaként az óvoda udvarán zsíros kenyérrel, teával várjuk a gyermekeket, szülőket. A téli ünnepkör az adventi várakozás időszakával kezdődik. Adventi koszorút, adventi naptárat készítünk, amelyből minden gyermek számára jut meglepetés. Több éve szervezünk adventi vásárt, melyre az óvónénik és sok szülő is készít szebbnél szebb dolgokat. Természetesen minden év december 6-án megérkezik hozzánk a Mikulás is. Karácsony előtt a szülőkkel töltünk egy délelőttöt az ünnepjegyében, ahol díszeket készítünk, játszunk, énekelünk, karácsonyi történetet mesélünk, és a nagycsoportosok a karácsonyi műsorokat is megmutathatják szüleiknek. Az évet a karácsonyi ünnepséggel zárjuk. Az új évben a farsangi karnevára készülünk először, ahol mindenki beöltözhet egy számára kedves jelmezbe. A farsangot rendeztük már csak a gyermekekkel és a szülőkkel együtt is, ahol a szülőket is ösztönöztük a beöltözésre. Ebben az időszakban az igényeknek megfelelően szülői bált is szoktunk rendezni. Húsvétkor, ha szép az idő, a kis erdőbe rejti el a nyuszi az ajándékot, amit a gyermekek nagy izgalommal keresgélnek a fűben, a bokrok alatt, a fák tövében. Május elején anyák napi köszöntővel kedveskedünk az édesanyáknak és a nagymamáknak. Gyermeknapi rendezvényünk is lassan hagyománnyá válik, melyet szerveztünk már az óvoda udvarán, illetve a kis erdőben is. Játékos feladatokkal, meglepetésekkel készülünk ilyenkor a gyermekeknek. A kis csoportosok és a középsősök a szülőkkel közös kirándulással zárják az évet, a nagycsoportosok pedig évzáró műsorral készülnek, ahol az iskolába menő gyermekeket is elbúcsúztatják. Terveink szerint a nagycsoportosoknak újra lehetőségük lesz az angol nyelvvel való ismerkedésre is, természetesen játékos formában. A nagycsoportosok minden évben az óvoda alapítványára befolyt összegből buszos kiránduláson is részt vesznek, melyet igyekszünk úgy megszervezni, hogy új ismereteket is nyújtsunk számukra élménygazdag, szórakoztató programokba ágyazva. Óvodánk minden dolgozójának célja, hogy a gyermekek találják meg helyüket a csoportban, élvezzék, hogy a csoportunk tagjai, ahol elfogadják, mindig várják és szeretik őket, és ahol megmutathatják, kibontakoztathatják egyéniségüket, egyéni képességeiket.